nagy örömömre szolgál, hogy az idei évben sikerült Váranyára elhozni ezt a nagyszerű rendezvényt. Elég ritkán nyílik alkalom arra, hogy Tolna megyéből ennyi település egymás társaságába tölthessen el egy vidám, és mondhatom értékes napot, ahol bepillantást nyerhetünk egymás életének és ételének egy kis szeletébe, akár szó szerint is kóstolót kaphatunk a szomszédainktól. Szíbet Éva a rendező Váralja település polgármestere köszöntötte ezekkel a szavakkal a megyei értéknapon résztvevőket. És valóban ez a néhány óra arról szól, találkozzunk, beszélgessünk, mutassunk egymásnak jó gyakorlatokat, melyekkel a szomszédok is élni tudnak alkalomattán. És egy kicsit persze mindenki dicsekszik azzal, mi mindent sikerült összegyűjteni azokból a tárgyi és kulturális értékekből, melyek egy település lakóinak fontosak, s múltjuk egy darabját jeleníti meg. A Tolna megyei közgyűlés évek óta megrendezi ezt a találkozót, ahol a települések megmutathatják, mit tartanak értéknek saját lakóterületükön. A találkozó megnyitójában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elismerését fejezte ki az iránt a munka iránt, melyet a szervező Tolna megyei önkormányzat, valamint a települések végeznek értékeik megőrzésében. Úgy gondolom, hogy minden segíti az identitást, hogyha a közösségekben gondolkozunk, ezeket a közösségeket megszervezünk, megerősítjük, és utána pedig azokat a dolgokat, amelyek ránk jellemzőek és büszkék vagyunk erre, ezt pedig próbáljuk erősíteni. Az értéktárak a különböző településeken, megyékben és országosan is ezt a célt szolgálják. Egy jó kezdeményezésnek tartom most már hagyománynak a Vára megye programot, ahol a települések egymásnak is, meg saját maguknak is egy szép program keretében be tudnak mutatkozni. Tolna megyében eddig közel 400 értéket jegyeztek be, és további közel 300 vár arra, hogy a megyei értékcímet megkaphassa. Fehérvári Tamás, a szervező megyei közgyűlés elnöke azt mondta, az elmúlt évek folyamatos fejlődést hoztak az értéktár mozgalomban, és ez most kicsúcsosodott az idei rendezvényben, hiszen közel 700 résztvevője volt a találkozónak, és 43 település mutatkozott be a Váraljai parkerdőben. Itt már körülbelül 700 ember lesz a mai nap folyamán, azok nélkül, akik majd ide csapódnak, tehát akik, hogy is mondjam, regisztrálták magukat erre rendezvényre. Amikor elindultunk az előző ciklus elején, akkor én nem gondoltam azt, hogy ez az ötlet, amit akkor a munkatársaim hoztak, hogy csináljunk egy ilyen értékőrző kis feladatot, még neve se volt, semmi. És akkor kérdeztem, hogy micsodát. Hát itt annyi minden van, népszokások, tárgyak, egyéb, stb. Stb. A két lábon állás tipikus esete, hát én ebben akkor egy kicsit nem hittem. Azt gondoltam, hogy hát ez itt nem fog sikerülni. És ugye elindult ez a folyamat, és most is föláll a kezemben a szőr. Minden egyes alkalommal egyre több ember jött. Egyre több ember hozott értékeket, egyre több ember érdeklődött a tevékenységünk iránt, és felfedeztük Tolna megyét szinte újra. Olyan tárgyakat hoztak, olyan létesítményeket mutattak, vittek el oda, hogy magam is megdöbbentem, hogy úristen, miért megyünk mi Svájcba, vagy miért megyünk Olaszországba, tengerpartra, amikor ha itt Tolna megyébe ezeket végigjárjuk, hosszú évtizedekig a nyári programjaink meglennének. Erre biztatok egyébként mindenkit, hogy Tolna megyei lévén nézze meg, hogy hol él, kikkel van egy fedél alatt, és milyen értékek veszik körül. Annó, amikor ezt elkezdtük, nem foglalkoztunk azzal, hogy csináljunk egy ilyen szociológiai felmérést, hogy mennyire tartják Tolna megyét különlegesnek, egyedinek, Tolna megyeinek az itt élő emberek, de azt gondolom, hogy a létszám, a résztvétel azt igazolja, hogy ez egy jó elképzelés volt, és most már egyre többen érzik azt, hogy és hordják a mászt, hogy Tolna megyeiek vagyunk. Tolna megyében van egy pozitív irányú fejlődés arra nézve, hogy az értékeket védeni és kutatni kell. Ez eredményezte azt, hogy az országban Tolna megye a legtöbb bejegyzett értékekkel rendelkező megyék sorát gazdagítja. És ez itt most nagyon látványosan észrevehető. Ezeken az alkalmakon mindig egyre többen vannak, egyre nagyobb lelkesedéssel, és ami még fontosabb, egyre több értéket felvonultatva. A sátrakba is, és a beszélgetésekbe is. Vannak megyék, ahol a klasszikus, hivatalos szisztémával csinálják, a csúcson a megye majd megüzeni, hogy mit kell csinálni, de általában ott látunk nagy sikert, ahol önkéntesek is megmozdulnak,
és van ugyan értéktárbizottság, de az értéktárbizottság csak koordinál. Pedagógusokat, gyerekeket, idős embereket megmozgat, kiderít értékeket, és azután azokat segít feldolgozni. A hagyományőrzésből fakadó közösségi szellem az, amelyik összetart embercsoportokat, és utat mutat számukra az értékek felkutatásában, mondta Zsigó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. Hogyha Tolna megye 109 települését megnézzük, akkor mindegyikről egyöntetően elmondható az, hogy a hagyományőrzés, a múltnak a tisztelete, az, és a múltnak az ismerete, az minden település számára nagyon fontos. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogyha itt körbenézzünk, akkor azt láthatjuk, hogy mindenki elhozta azt, amire büszke lehet, az elmúlt évszázadok értékét, a hagyományainkat, és én azt gondolom, hogy ma Európában, amikor vannak olyan erők, akik folyamatosan megkérdőjelezik a keresztény hitünket, megkérdőjelezik a magyarságba vetett hitünket, és ebbe a közép-európai gondolkodásba vetett hitünket, akkor én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy támogassuk ezeket a kis közösségeket, hiszen az ő munkásságuk fogja tudni segíteni azt a fajta gondolkodást, amit jól láthatunk, amit mi is szeretnénk, hogy a következő ezer évben is megmaradhasson, hogy Magyarország lehessen a következő évszázadokban is. Én azt gondolom, hogy ha itt körbe megyünk a kiállításon, és a kiállítókat megtekintjük, akkor megállapíthatjuk azt, hogy jó Tolna megyeinek lenni, és valóban nekünk egy Tolna megye identitással kell rendelkeznünk, és én azt gondolom, hogy aki szeretne betekintést nyerni, de még nem annyira ismeri a megyét, az itt most tulajdonképpen ilyen kis eszenciákból összerakhatja magának azt, hogy milyenek is vagyunk mi Tolna megyeiek. A Tolna megyei értéktárbizottság döntése értelmében a Völgységi Értéktárbizottság, valamint a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium vette át az idei évi megyei értékdíjat. A tolnaikumok listáját idén a lengyeli kultúra régészeti értéke és Mattioni Eszter művészeti munkássága gazdagítja.